Üdvözletem mindenkinek, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban folytatni fogjuk a Manchester United-es karriermód sorozatunkat. Hát már eléggé régen játszottam, talán 2 hete, és azóta felkerült az összes videó, amire rengeteg lájkot kaptam, és nagyon szépen köszönöm igazából, valamint rengeteg tippet adtatok, hogy használjak ilyen-olyan játékosokat, meg próbáljak igazolni. Na hát az igazolási, tehát az átigazolási piac az most lejárt, viszont mindenképpen fogom használni, nagyon szépen köszönöm ezt a tippet, már nem is tudom ki írta, de egyébként rengetegen írtátok, hogy használjam ezeket a tréningeket a játékosokra, úgyhogy most mindenképpen ezt meg fogom csinálni, és akkor megyünk is majd a következő mérkőzésre, viszont fölöslegesnek tartom szerintem ezt beletenni, hogy most én ezeket letréningeztettem, meg ilyesmi, mert minek igazából, nem nagyon látom értelmét, na de akkor vágjunk is bele, és akkor hamarosan jövök is a következő mérkőzéssel. És akkor üdvözlök mindenkit ezen a kupamérkőzésen. Az Arsenal Manchester találkozót nézhetitek meg. Ugye az Emirates stadionban vagyunk, ugyanis idegenben fog játszani a Manchester United nevezetű csapatunk. Hát igazából nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen felállással fog jönni, és itt láthatjuk egyébként az összeállításokat. Hogyha esetlegesen tovább jutunk, akkor hú, hát el is lapozott, nagyon gyors volt. Ha jól láttam, a West Bromwich Albionnal találkozhatunk itt a kupában, de ahogy látom, nem éppen egy B-keretet küld fel az Arsenal sem, azért itt láttam Sanchez-t, ismételten itt van Cseh is, valamint Mertesacker, hát kíváncsi leszek, hogy hogyan is állnak fel, és akkor itt is van tulajdonképpen az Arsenalnak a kezdő csapata, Cseh, Mertesacker, Monreal, Koscielnyi, Debussy, Wilshere, Ramsey, Sanchez, hu-hu-hu, gyerekek, hát rengeteg jó játékos ismételten, tehát még szerencs, hogy nem a B-keretet küldtem úgymond pályára, és itt van a mi összeállításunk, nem sokat változott, sőt gyakorlatilag semmit nem változott az előző mérkőzés óta, ugyanazzal a csatárpárossal játszok, tehát Ben Yedder és Morata lesz elől, valamint mögötte Rooney fog ugye KTK-ban játszani, és itt van Alexis Sanchez, aki azért elég fontos pontja lehet ennek a mérkőzésnek. Hát meglátjuk igazából, hogy az lesz-e, vagy sikerül ismételten dominálnunk. Na de akkor kezdődjön a mérkőzés, tényleg már nem játszottam legalább 2-3 hete a FIFA-val. Nem tudom igazából, hogy hogyan lesz megoldva a dolog, de meg tudjuk perceken belül. Ben Yedder szaporázza. Ben Yedder. Gyönyörű. Ben Yedder, micsoda labdát ad. Wayne Rooney 1-0. 19. vagyis hogy 20. percben meg is szerezzük a vezetést. És sokan írtátok egyébként kommentben, most már leszögezem. És elmondom, hogy nagyon önző vagyok tulajdonképpen Ben Yedderrel. Ez egyébként nem nagyon igaz. Viszont ő volt idáig az egyetlen játékos, akivel úgy éreztem, hogy tényleg a helyzeteket be tudom rúgni. Moratával rengeteg helyzetet kihagytam, amit sajnos nem tudok belevágni a videóba. Bármennyire is szeretném, mert hogyha túllépem a 15 perces időkorlátot, akkor letiltja a videót a YouTube, ugye a YouTube-os tiltás miatt. Sajnos ez még februárig így van, és igazából beletenném az egész mérkőzést akár a videókba, tényleg, hogy láthassátok, hogy hogyan is játszok, meg ilyesmi, de egyszerűen nem tudom ugye a 15 perces időkorlát miatt, és így rengeteg helyzetet nem tudok bele vágni tulajdonképpen, és tényleg Moratával rengeteget kihagytam, de most Morata tolhatná meg, az nagyon csúnya, így van, hú-hú. És a szabad rúgás, viszont az biztos, hogy akkor piros lap, mert utolsó ember volt. Így igaz, ki is szórja. 24. percben emberelőnyhöz jutunk, bizony Monreal óriási hibát követett el. És ezzel szerintem meg is lehet a mérkőzés tulajdonképpen, meg is pecsételheti. Igen, itt Moratával egyébként eltoltuk volna, már nyomtam is, hogy tolja meg kicsit hosszabban, de hát sajnálatos módon nem tudta, de akkor nézzük ezt a szabad rúgást, kivel rúgjuk. Hát szerintem Depay lesz az. Jó. Depay, az gól, így van, 2-0. 27. percben megduplázzuk az előnyünket Depay révén, úgyhogy ezzel 2-0-ra vezetünk. Hát igen,
itt igazából kezd eldőlni ez a mérkőzés, főleg, hogy 10 emberrel folytat tulajdonképpen majdnem egy egész mérkőzést. Jó, Depay, kimarad, és ott a harmadik. Wayne Rooney találatával 3-0-ra vezettünk, hát nagyon-nagyon könnyű mérkőzésnek tűnik. Pedig egyáltalán nem állítottam egyébként. Sokan írtátok, hogy tegyen fel világklasszisra vagy legendásra. Na már most az, hogy egy-két mérkőzést megnyerek, eléggé simán úgymond, de most is gyakorlatilag a 10 ember miatt nyerem meg ennyire. Vagyis, hogy áll így az állás tulajdonképpen. Hogy, mekkora fejes közben, hogy egyszerűen hiába tenném fel legendásra, vagy prof, vagy world classra, vagy ilyesmire, egyáltalán nem lenne értelme. Tehát az, hogy egy-két mérkőzést megnyernék, vagy az, hogy mondjuk döntetlen lenne 100 mérkőzés, annak egyáltalán nem látom értelmét, hogy tényleg, mert rengeteget játszottam egyébként UT-ben is, világklasszison is, általában mindig ilyen 0-0, meg 0-1, annak meg tényleg nem látom értelmét, hogy most ilyen egy gólos mérkőzéseket, mert akkor tulajdonképpen mit vágok bele a videóba, tehát annak semmi értelme nem lenne a világon. És egyébként nem is nagyon ismerek más videós sem, aki ilyen világklasszis, vagy legendás, vagy ilyesmi szinten csinál ilyen menedzseres sorozatot, mert hát annak tényleg nem tudom mi értelme lenne. Viszont itt Depay gyönyörűen megiramodik. Depay lő, és cseh. Bravúrosan védi. Ben Yedder lő, és ott a következő. 4-0, nagyon sima. Egy fél idő alatt tulajdonképpen el is dőlt a mérkőzés. Bár ezt már lehetett gondolni igazából. A piros lap. Hát azt hiszem, hogy nem fogják megdicsérni az Arsenalnak a védőjét. Ebben biztosak lehetünk. Hihetetlen nagy hibát követett el. Hát inkább el kellett volna, én azt mondom, engednie. És akkor talán nem lennének ekkora hátrányban, mert ez már tényleg bedolgozhatatlan előny. És itt is a fél idő, tehát 4-0-val megyünk a szünetre. Morata egy lövés, óriási gól! A 91. perc környékén Morata egy hatalmas gólt rúg. Hát a mérkőzés előtt igazából, ha jól emlékszem, azt a distance shooter dolgot tettem rá, már mint tudjátok, az edzésre gondolok. Hát ez itt most meg is mutatkozott. Egy hatalmas távoli bomba. Hát esélye nem volt Csenek, hogy ezt a labdát kiszedje valamilyen úton, módon. 5-0. És itt is a mérkőzés vége. Hát gyakorlatilag megsemmisítettük hazai pályán az Arsenal csapatát. Egy sima ötöst gurítottunk, nagyban közrejátszott egyébként a nagyon-nagyon korai piros lap Monreal hibájának követően. Hát igazából nem sok minden termett itt tulajdonképpen az Arsenalnak, egyetlen egy kaput eltaláló lövésük volt. Úgyhogy sikerült megnyerni a mérkőzést, és itt vannak a további mérkőzések is, a Chelsea-nek sikerült győzedelmeskednie. Kik ellen fogunk még játszani egyébként a későbbiekben? Ugye volt itt ez az Arsenalos 5-0, van egy Crystal Palace, és már megyünk a novemberi hónapra, ahol a Manchester City ellen fogunk játszani hazai pályán. Hát mindenképpen ezt a mérkőzést bele szeretném tenni ebbe az epizódba, úgyhogy ezt most le fogjuk szimulálni tulajdonképpen. Meglátjuk, hogy hogyan alakul a dolog. Ugye 0-1 lett tehát az állás a Crystal Palace otthonában, és akkor jöhet bizony a Manchester United csapata, viszont közben előtte tréningeztetni fogunk egyet. És akkor tulajdonképpen itt is vagyunk az Old Traffordon, Manchester United, Manchester City találkozó. Ugye a harmadik helyezett csapata fogadja a hatodik helyezett csapatot. Mint láthatjátok, iszonyat sokan jöttek el erre a mérkőzésre. Azért tényleg egy igencsak durva rangadónak mondható, tulajdonképpen egy manchesteri rangadó. És amint láthatjátok, itt van az egyik főszereplője a dolognak, nem más, mint Kevin De Bruyne, aki azért igencsak jó játékosnak mondható, valamint a másik, akire igencsak figyelni kell, az nálunk ugye nem Smalling természetesen, hanem Ben Yedderre gondoltam.
Hát igazából meglátjuk, viszont itt van az összeállításunk, ami semmit nem változott az előző mérkőzéshez képest, tehát ugyanabban a hadrendben állunk fel a Manchester City ellen, mint ahogy azt már sokszor megszokhattátok. Viszont a Manchester United, vagy a Manchester, viszont a Manchester City-be gyerekek igazolt egy Müller. Hát az azért nem semmi. Mint láthatjátok, itt van egyébként a Manchester City kezdő csapata, nagyon-nagyon erősnek mondható. Az a két ő KVK is, Yaya Touré, Fernandinho, valamint tényleg Müller, hát ezen nagyon meglepődtem igazából, hogy a francba igazolt ő oda. Na mindegy, akkor kezdődjön is a mérkőzés, igazából jó lenne behúzni ahhoz, hogy tényleg az élmezőnybe maradhassunk, nehogy véletlenül leszakadjunk az első helyezett Chelsea csapatától. És az első helyzet már is, hopp, egy lövés, az mellé viszont Müller egyből veszélyeztetett. Rooney, pazarlabdát ad! Ben Yedder betör a 16-oson belőre, és egy óriási gólt rúg! Hát ez micsoda gól volt, gyerekek, gyengébbik lábbal Ben Yedder, aki már is szalad a kamerához. Hát ez pazar volt, óriási labdát ad Rooney, a védő lemarad, ha jól látom, Kompany az, vagy talán nincs is Kompany a kezdőben, nem is tudom igazából, hogy a Sanya volt, aki lemaradt, és parádésan tekert el igazából Caballero mellett a fiatal Ben Yedder, aki ismételten betalált. Ben Yedder betör a 16-oson belülre, vagy még ott sem volt. Nem is láttam igazából, hogy honnan, csak lőttem vele, és 2-0. 29. perc, ismételten 2 gólos vezetésünk van, nem tört be a 16-oson belül, elnézést, rosszul mondtam. Hát azért volt egy 17 méter körülbelül, ahonnan lőtt, tehát véleményem szerint ennek csemegének kellett volna lenni a kapusnak. Nem tudom, mennyire állhatott takarásban, de... az jó labda. Morata eldönthetné. Morata el is dönti. 3-0 ezzel az állás az 59. percben. Hát nagyon könnyen verjük ezeket a nagy csapatokat. Úgy veszem észre igazából. És az a vicc az egészben, hogy tényleg az van ebben a karriermódban, kezdem észrevenni, hogy a kis csapatok okoznak igazából meglepetést. Nem tudom, hogy esetleg így lett beállítva a játék, vagy nem tudom, de egyszerűen a kis csapatokat nagyon nehezen sikerül megvernem igazából. Az ilyen nagy csapatok meg 4-5-öt biztosan kapnak, főleg ha hazai pályán játszok. És itt is a mérkőzés vége. Hát igazából nagyon sima győzelem volt ez is. Második félidőben tulajdonképpen semmi nem történt. 1-2 beadás volt De Bruyne felé. De Bruyne-nek. Igazából 1-2 beadása volt De Bruyne-nek a fejére, de hát sokra nem ment vele. Több kapura lövésük volt, vagyis egy lövésük, viszont egyáltalán nem találtak kaput, úgyhogy sokra nem mentek vele. Így hát 3-0-ás állással bizony vége lett ennek a mérkőzésnek, és begyűjtöttük a 3 pontunkat. Na de akkor nézzünk ismételten egy tabellát. Igen, így van, a második helyre felzárkóztunk. Meg akartam még nézni egy góllövő listát, hogy hogyan is állunk. 16 gólos Ben Yedder, mögötte pedig Cazorla van ugye 6 góllal, hát eléggé le vannak egyébként maradva. Aki tőlünk még jó, az Morata a 13. helyen mindösszesen 4 góllal, ami azért annyira nem jó, de... tulajdonképpen ennyi lett volna, amit el szerettem volna mondani. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte ezt a videót. Ha esetleg tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és hogyha esetleg tényleg érdekel, hogy hogyan is alakul a Manchester United további sorsa, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra. Én Krisztián voltam, további szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!